Várhatsz rám, ha nem fáj fejem. Annyit írtam, hogy száraz legyek. Annyit értek, hogy válasz helyett szlempoetri. Máshogy lehet. Teljesen máshogy lehet. Tök mindegy, csak máshogy legyen. Körhinta. Elhintve mondhatnék én nektek nagy szavakat. Felhúznám rá a mondandót. Felhúznám magamat egy fára. Felhúznám, hogy kidőljön. Félelemből kidöntsön. Én vagy az a toldalék, aki elhitte, hogy mondhatnék még bármi újat nektek. Várni jó, csak nem megy. Én felköltöztem Pestre. Elhittem, hogy nagy lehetek. Három testfejből a legkisebb berindult világot látni. Kezébe vette a világot, és felkúszott, de mi várt ott? Csak egy hajléktalan, aki aprót kér. Csak egy munka, ami megöl. Csak egy karrier, ami nem is létezett. És most mindenki figyel. Figyelnek a folyosón, figyelnek a bár mögött. Valaki éppen a WC-n szarik, odáig is elmegy a hangom. Figyelnek a folyosón, figyelnek a... Járók elők, figyel anyám, és ez a múltból hátra marad gyerek, aki bennem él. Figyel, figyel a portás, figyelnek a csövesek, figyelnek az 50 forintos műanyagüvegek. Mindenki arra vár, hogy elmondjam végül, de nem tudom, mert nem váltottam ki a bérletemet, és egy olyan fába vágtam magamat, amihez még baltát sem kaptam. Na mi van? csak csendet hagyok a gyásznak. Csak csendet vágok, hogy láthassd, mert én felköltöztem Pestre, és egy éve még elhittem, hogy várni fog, csak nem ment. Tudod, egy jobb élet csak nem ment. Nekem az a legnagyobb félelmem, hogy egy tipikus nagybácsi leszek. Neked is van egy ilyen, hát nekem is van egy ilyen, minden magyar háztartásban megtalálható egy. Egy tipikus nagybácsi, akinek rengeteg álma volt, mindenféle szarságot meg akart valósítani, és végül odáig jutott, hogy az unokaöcseinek mesélje el, hogy mennyi mindent csinált akkoriban, amiből végül nem lett semmi, és úgy érzem, hogy ebből sem lesz semmi. Ahogy telik az idő, elhalványul minden, kopaszodni kezdek, és azon kapom magamat, hogy várom, hogy beteljesüljön a sorsom. És félek, hogy mindenem ott volt, csak nem voltam elég jó hozzá. Akkor a faszszal vágtam neki mindennek, hogy súrolta a lábamat, és végül a fasz túloldala mutatta meg nekem, hogy mennyire kevés vagyok ide. Elpazaroltam fél évet arra, hogy sírjak, hogy nekem mennyire nehéz, pedig, hogyha belegondolok, soha nem volt még semmi sem ennyire adott. Ha... A legnagyobb fájdalmam az, hogy azóta én is nagybácsi vagyok, és az a legnagyobb fájdalmam, hogy nem tudtam végignézni, hogy a nővérem terhes. Mert én itt kergettem magamat, meg vágtam magam alatt a fát, és még egy Sóbert Norbis utalás sem tudtam neki mondani, hogy mi történik a nőkkel szülés után. És aztán megszülettél. Mikor ezt írtam, még nem láttalak. Mikor ezt mondom, még nem láttalak, mert a nagybácsid nem találja ebből a kiutat. Mert ez az idióta csak azért küzd, hogy ne az legyen a sorsa, hogy egy kopaszódó bolhaként mesélje el neked, hogy volt egy fél éves hájlátja, aztán alkoholizmus, és a számlája minuszba került, -e, után többször vitték ki a kórházból. És bár még nem láttalak téged, de nagyon szeretlek. Szeretem anyádat, szeretem apádat, és azt szeretem bennük a legjobban, hogy ők mindig támogattak engem mindenben. Üdvözöllek a családban, és nem kell semmitől sem félned, mert itt köztünk biztonságban vagy. De kérlek, hogyha ezt húsz évre rá visszanézed, legalább egy kicsit is gondold azt, hogy a te nagybácsid azért nem volt mindig egy csőttömeg, és azért a maga módján menő volt. De tényleg. Köszönöm.